A Kanizsa táncegyüttes vezetői Vizeliné Paksi Valéria és Vizeli Dezső 1988-ban Kiskanizsán a templomtéri iskola támogatásával hozta létre az utánpótlást adó Rozmaring táncegyüttest. Céljuk kezdetektől az volt, hogy a hagyományok ápolása mellett a fiatalokkal megismertessék Magyarország minden tájegységének táncát. Én úgy érzem, hogy voltak azért divat hullámok, tehát az a táncház mozgalmas időszak az nagyon jó volt, de most nagyon sok műfaj van, és emellett egy kicsit azért nehezebb is a gyerekeket megszólítani erre a műfajra, de azért hál' Isten azért nem panaszkodunk, azért vannak mindig gyerekek. Volt olyan, amikor több volt a fiúm az utánpótlás csoportban, mint a lányok, de általában a lányok egy kicsit jobban kaphatók erre a dologra. Az énekléssel visszatérve a fiúk nehezebben nyílnak meg, úgyhogy az éneklés is egy kicsit nehezebben megy, de azért beszokott jönni a dolog. Most az utánpótlás bázisuk, az nagyjából hány főt takar? Most legalább három részre kellene szednünk így a dolgot, mivel van egy kezdő kis óvodás csoport, akkor van annak egy haladó változata, és van a Rozmaring, amelyik a Kanizsa táncegyüttes alatt dolgozik, és akkor úgy van a nagy együttes, tehát ilyen felmerülő rendszert alakítottunk ki. Hát olyan 50 főt kóstál körülbelül az utánpótlás csoport. Kitartásról szól a dolog, tehát teljesen mindegy, hogy milyen műfajba, vagy sport, vagy bármi, kell egy nagyon nagy szülői támogatottság, aki biztatja részünkről is, ugyanúgy ez a támogatás, és akkor természetesen a gyerekeknek kell az a nagy akaraterő, hogy végigcsinálják ezt a műfajt. Vannak nagyon ügyes kis táncosaink, például ma óvodások is, akik nem is táncoltak még, hanem a nagy testvérüktől látták, hogy otthon gyakorolnak, és ellesték ezeket a táncokat. Két ilyen kis ígéretes kis óvodásunk van, akik már úgy forgatják a botot, hogy szinte mind a nagyok. Tehát érdekes. És reméljük, hogy azért meg lesz a kitartásuk, és akkor a nagy együttesig eljutnak, és ott szépen tudnak dolgozni. A táncosok a gála esten igyekeztek átfogó képet adni a magyar népművészet tájegységenként különböző alkotásairól. Megjelenítették nem csak az anyaország, hanem az elcsatolt országrészeken élő magyarság zenéit, dalait, gyermekjátékait, érzékeltetve a hagyományok sokszínűségét, egybefonódását. A koreográfiák elsajátítása közben a táncosok a magyar nép életvitelével, a mindennapok sokszínűségével is megismerkednek. Régen volt az az én időmben, hogy koreográfiákat vertek belénk, és igazából arra jöttünk rá, hogy abból a táncanyagból csak azt tudtuk utána eltáncolni, amit megtanultunk. Most már nem ilyen leckefelmondásszerűen, hanem minél nagyobb tánckincset adunk a
táncosnak a fejébe, a lábába, és akkor használja ezeket az anyagokat, de ugyanúgy akkor természetesen vannak olyan táncanyagaink is, ami már egy kicsit ilyen feldolgozás szerint történik. Például csináltuk a falu végén kurtakocsmát, ami egy kicsit ugye Petőfi versre alapul a dolog. Tehát vannak ilyen dolgaink, ilyen kicsit táncszínházas vonulat is megjelenik most már a munkánkban. És ezek jók, mert kihívások. Csíkszeri Borsod!